Na, szóval, bejövünk a szobába, csodálatos képek vannak, hát ez a szekrény is elképesztő jól néz ki. Várjunk, csak kicsit megfordítom. Megnézzük, hogy így van-e több fény. Aha, egy kicsit talán. Itt a bejárat, mindenhol díszítés van a falon, ami nagyon-nagyon tetszik, mert többnyire egyébként a görög hotelek, szállodák, stúdiók, és azt hiszem, hogy ez mindenhol érvényes. Nagyon kopárak a falak, sehol semmi díszítés, vagy beraknak egy őrült, depressziós képet, amit ha ránéz az ember, akkor elmegy az összes maradék életkedve is. Itt viszont nagyon kellemes, meleggé teszi ez a sok-sok kép a falon, az egész szobát. Itt a tükör. Szóval mindenhol képek. Ha éppen nincs kép, akkor egy szőnyeg, fali szőnyeg. A konnektorok nagyon-nagyon tetszenek. Minden konnektor, illetve villanykapcsoló fából van, ami nagyon-nagyon gusztusos. A kis frigider is itt van. A kilátás az nem nagyon érdekes, de azért azt szerintem holnap majd lefényképezem, mert most aztán tényleg nem sok látszik ebből az egészből, ami kint van. Hát, na ja, az én vakum látszik. Egyébként kertre néz, amit én nem bánok, mert legalább szép, tehát nyugalmas. Bár az igazság, hogy az utcán bejön az ember, az is nyugalmas. Itt megmutatom, nagyon szépen látszanak a díszítések, a faragások a magán a szekrényen, és látszik egyébként, hogy ez kézi faragás, mert ugye nem tökéletes, tehát nem az unalmas gépi faragás. Nagyon-nagyon szép. Imádatra méltó ez a szekrény, tényleg. A fürdőszobát is itt is, tehát ide is jön az ember, itt talpalatnyi kis hely van szinte, és itt is beraktak egy képet. Nagyon-nagyon tetszik. Az egész hotel egyébként tele van képekkel. Ez itt a fürdőszoba. Gyönyörű, fényes egyébként, nem látszik nagyon, de tényleg nagyon fényes minden. Tiszta, új minden, a WC is tökéletesen elő volt készítve, elnézést, hogy alpári dolgokra is kitérek. De nagyon-nagyon kellemes minden. A tusoló szépen föl volt akasztva, tehát hogy még azzal se legyen gond. Szinte minden tökéletesen újnak tűnik. Nagyon fantasztikus. Ja, és a másik, ugye a másik, amit tapasztalunk, hogy ugye hát többnyire görög hotelekben a hőség miatt ugye csak kőpadló van, és semmit nem raknak le, hát sajnos nem látszik nagyon, mert ugye a sötétség miatt, de szőnyeg van, gyönyörű szőnyeg van letéve, a bejáratnál is szőnyeg van, és az egész hotel is szőnyeggel van telerakva, és hát ez a kis függöny is nagyon-nagyon bájos. A képek. Meg kell, hogy mondjam, ja igen, itt amit mondtam, hogy fából vannak a konnektorok. Nagyon-nagyon szuper, nagyon tetszik tényleg. Itt ugyancsak három körte ég, de meg kell, hogy vajon nem hiányzik. És itt van a villanykapcsoló, és az is ugye fából van. Úgyhogy nagyon jó pofa. Az ágy is rendkívül gusztusos, finom hívogató. Azt hiszem, hogy ott fogok aludni, nagyon fáradt vagyok. Minden gyönyörű, nagyon szép tiszta. Itt is a faragások. Hát akkor jó ét!